Aki figyelemmel kíséri, illetve figyelemmel kísérte ezt a sorozatot, az remélhetőleg tisztában van azzal, hogy az, akit mi Jahusá Hamásiákként vagy Jézus Krisztusként ismerünk, mindvégig jelen volt a Tanák, az úgynevezett Ószövetség történeteiben, és az nem azonos, illetve nem egyenrangú az atyával, és semmiképpen sem egy és ugyanaz. Az természetes, hogy egy egységet alkot az atyával, hiszen ez az ő szava, azonban azt nem mondhatjuk, hogy egyenrangú vagy egyenlő vele. Erre gyűjtögetjük a példákat ebben a sorozatban, és Bereshit 1 Mózes 48-as fejezet egy újabb nagyszerű példa erre. Több dolgot is meg fogunk nézni ezzel kapcsolatban. Ugye ez a történet, amikor Jákob, vagyis Jesrael, Izrael megáldja Efraimot és Manasszét, Jahuszef vagy József gyerekeit. József megtudja, hogy beteg az atya, és elviszi a két fiát, Manasszét és Efraimot, hogy áldja meg őket. Ugye van egy kis kavarodás, hogy kit áld meg először, és kit áld meg később, de a lényeg nem is ez számunkra most. Szóval így szól Izrael vagy Jákob, miközben megáldá Józsefet, vagyis Jahuszefet. Elohim, akinek előtte jártak az én atyáim, Ábrahám és Izsák, Elohim, aki gondomat viselte, amióta vagyok e napig. Ugye azt tudjuk, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob, vagy Jesrael, a három pátriárka, akitől származik Jahua gyermekei. Ez az, amiről beszél itt, hogy Elohim, ezt ugye látjuk, Elohim, erről van szó, ez maga idézőjelben Isten. Ő az, aki gondját viselte, amióta létezik Izrael, mind a mai napig, ami ugye már lassan az életének a befejezése. Így folytatja. Amaz angyal, angyal, azaz malák, küldönc, egy futár, egy küldött, egy hírvivő, vagy egy hírnök. Egy üzenet közvetítője. Elohim üzenetének kézbesítője. Egy angyalnak hívja Elohime. Hiszen az angyal Jahuáról beszél, a Malak Jahuáról, Jahua üzenetének közvetítőjéről, a legfelsőbb rendűről, az első teremtményéről. Az atyának, aki őt képviseli a földön. Ez az az angyal, aki a csipkebokorba volt, aki kivezette őket Egyiptomból, akiről ő beszél itt, akit a Brit Harasában, a megújult szövetségben Jézus vagy Jahusá Hamásiák néven ismerünk. Amaz angyal, ki megszabadított engem minden gonosztól, áldja meg a gyermekeket, és viseljék az én nevemet, és az én atyáimnak, Ábrahámnak, Izsáknak nevét, és mint halak szaporodjanak-e földön. Igazán nehéz is ehhez mit hozzátenni. Aki látta az előző 12 részt, az meg kell, hogy értse, hogy miről van szó. Van egy teremtmény, az angyal Jahua, aki képviseli az atyát itt a földön. Ez az ő szava, a fiú, akiben benne van az atya hatalma, és az a Ruach HaKodesh, ami ezt különlegessé teszi. A szó, a Ruach HaKodesh és az atya hatalma együtt adja ezt a különös teremtményt. Ez nem az az angyal szó félrevezeti az embereket, amit itt látunk. Nem egy szárnyas kisgyerekre vagy nőre kellene gondolni. Sokkal inkább arra, amire ők gondoltak, mikor angyalról beszéltek. Az angyal az nem más, mint egy hírnök, az atya Jahua, illetve az ember között. De ide is van írva, Jahua angyala, az angyal Jahua, akiről itt beszél. Sokkal jobban hangzik és sokkal többet mond, ha megértjük azt, hogy ez a Malak Jahua, ez Jahua szavát képviseli itt a földön.
Nézzük, hogy mi az, amit ki tudunk deríteni erről az angyalról. Ez Bereshit, 1 Mózes 31-es fejezet, így szól. Akkor mondta nekem Elohim malákja, vagy Elohim angyala álmomban, Jákob, és felelék, ím hol vagyok? Azaz ugyan erről van szó, ugyan erről a teremtményről van szó, ki fog derülni a későbbiekben, vagy hívjuk lénynek, ha így jobban tetszik, akiről az előbb beszél, hogy áldja meg őt. És ő mondta, emelt fel szemeid, és lásd, hogy amely kosok, a juhokat hágják, azok mind csíkos lábúak, petyegetettek, és tarkák, mert mindazt láttam, amit veled lábán cselekszik vala. És így szól, én vagyok a ma Betelnek hatalmassága, vagyis Istene, Betel az Elohim, vagy Isten háza, Bet az ház, El pedig hatalmasság, Betel, Elohim háza, ez az, ahol mindjárt meg fogjuk nézni, hogy mi is történt, ahol emlékoszlopot kentél fel, és ahol fogadást tettél nekem. Miféle angyal az, ami azt mondja, hogy ő Betelnek Istene? Ő az Elohim, akinek azt az emlékoszlopot felállította, és a fogadást tette neki Betelben. Úgy, hogy mindeközben még Elohim üzenőjének, vagy üzenet közvetítőjének is hívja magát. Elohim Malákja, vagy Isten angyalának hívja magát, utána pedig azt mondja, hogy ő Betel Istene. Nézzük, mi történt Betelnél. És juta egy helyre, holott meghála, mivel hogy a nap lement vala, és vőn egyet annak a helynek kövei közül, és feje alá tevé, és lefeküvék azon a helyen. Ez ugye Bereshit 28-as fejezet. És álmot láta, íme egy lajtorja, vala a földön felállítva, melynek teteje az eget éri vala, és íme Elohimnek angyalai, Elohimnek malákjai, fel és alá járnak azon. Ez ugye az álom. És ímé Jahua ávala azon, és szóla. Akkor ki? Ez természetesen ugye a tetragrammaton Jahua, vagy Yahweh Jehova a legfelsőbb egy igaz Elohim tulajdon neve, aki még ezzel nem barátkozott meg. Ő az, aki állott. Most akkor ez vagy az atya, vagy valaki más, aki szintén Jahua néven fut ebben a történetben. Így szól Jahua. Én, Jahua, Ábrahámnak, a te atyádnak hatalmassága, Izsáknak hatalmassága, ezt a földet, melyen fekszel, neked adom, és a te magodnak. És így folytatja. És íme én veled vagyok, hogy megőrizzelek téged valahova menéndesz, és visszahozzalak e földre, mert el nem hagylak téged, míg be nem teljesítem, amit neked mondtam. Ki az, aki képes neki ígérni azt a területet, mikor tudjuk, hogy idézőjelben Isten volt az? Viszont az egyértelmű kell mindenki számára, hogy legyen, hogy ez nem lehet az atya, aki ott áll azon a létre. Akkor ki az, aki Jahua néven szerepel, ott, ahol Elohim malákjai vagy angyalai fel alá járnak, és megígéri mindezt Jakobnak, és megígéri azt is, hogy meg fogja őrizni, akárhova is megy, és visszahozza erre a földre, mert ő az, aki neki ígérte ezt a földet. Nézzük, mit mond Jakob, mikor felébred. Bizonyára Jahua van e helyen, és én nem tudtam. Azt mondja, hogy Jahua az, aki ezen a helyen van. Akkor ki ez, aki a létre tetején áll, ha őt azonosítja Jahuával? Megrémül annak okáért, és mondta, mi rettentes ez a hely, nem egyéb ez, hanem Elohimnek háza, az égnek kapuja. 18-as vers, felkele Jakob, vagy Jesrál, reggel, és vevé azt a követ, melyet feje alá tett vala, és osztopul állítá fel azt, és olajat önte annak tetejére, és nevezé annak a helynek a nevét Betelnek, ahogyan az előbb hallhattuk. Ez az a hely, amiről beszélt az előző versben, ez az a hely, amit Betelnek nevez Elohim házának. Akkor, ha visszamegyünk az előző fejezethez, Bereshit 31, látjuk, hogy Elohim malákja, vagy angyala, aki megjelent az álomban, azt mondja, hogy én vagyok Betel istene, vagy hatalmassága. Én vagyok Betel Elohimje. Hiszen neki állította az emlékoztopot, és neki tette a fogadást. Egymásnak tették a fogadást tulajdonképpen. Ez Elohim egyik üzenet közvetítője volt.
Sőt, ha visszaemlékeztek az első fejezethez, amit felolvastunk, Bereshit 48, azt mondja, hogy amaz az a malák, vagy az az angyal, aki megszabadított engem minden gonosztól. 1 Mózes 28, Bereshit 28-ban mit mond? Ímé veled vagyok, hogy megőrizzelek téged, valahova mész. Hogy visszahozzalak-e földre, mert nem hagylak el téged, míg be nem teljesítem, amit neked mondtam. Mi az, amit neki mondott? Az, hogy meg fogja őrizni, illetve az, hogy ő benne áldatnak meg a föld minden népei, hogy neki adja ezt a területet, és az ő magva annyi lesz, mint égen a csillag, vagy mint a homokszem a tengerparton. Ha visszatérünk a 48-as fejezethez, akkor így fejezi be az áldást Jákob. És mondta Jesrael, vagy Jákob, Jahuszefnek, Józsefnek, ímé, én meghalok, de Elohim veletek lesz, és visszavisz titeket az atyáitok földjére. Ugyanúgy, ahogy az előzőekben megígérte azt neki. De láthattuk azt is, hogy ez egy malák volt, egy angyal, egy üzenet közvetítő Jahua és az emberek, illetve az ő kiválasztott népe között. Ez az, akiről mindenki ír az írásokban. Ő Izrael hatalmassága. Természetes az, hogy az atya, aki irányítja ezt az egészet, de ez a malák az, aki itt van, és képviseli őt a földön, az ő szava, az ő hatalma, és a Ruach HaKodesh együtt. És Jahua ereje. Bereshit 32-es fejezet, ez ugye, amikor Jákob és Ézsau találkozik, és Jákob fél Ézsautól, így fohászkodik Jákob. Ó, én atyámnak Ábrahámnak hatalmassága, és én atyámnak Izsáknak hatalmassága, Jehova. Ez a Károli verzió, ahol egyértelműen látjuk, hogy itt van a teremtő neve. Jahua, Jehova, Jávé, ki hogy akarja, de látjuk azt, hogy hozzá fohászkodik Jákob. Szóval, ó, én atyámnak Ábrahámnak hatalmassága, és atyámnak Izsáknak hatalmassága, Jehova, ki azt mondád nekem, tér vissza hazádba, a te rokonságod közé, s jól teszek veled. Szóval, ki ez az Elohim, vagy ki ez az Isten, aki Ábrahámnak az istene, Izsáknak az istene, aki Jahua, vagy Jehova, és aki azt mondta, hogy térjen vissza a hazájába, a rokonsága közé, és majd ő jót tesz vele? Ez az atya vajon? Ő az, aki lejött és elmondta ezt neki? Előbb olvastuk el, hogy ki az Elohim angyala, a Malák Jahua, Bethel istene, vagy Bethel Elohimje, most kelj fel, menj ki a földről, és tér vissza a szülőföldedre. Akkor ki az, aki ezt mondta? Ki az, akit mindvégig Jahuának hív, Elohim angyalának, Elohimnek, Ábrahám, Izsák hatalmasságának? Ki ez, akiről beszél? Nem lehet az atya, hiszen tudjuk, hogy az atyát nem lát a senki, ezt ne gondolja senki, hogy az atya lejön és itt rohangál az emberek között, akkor mégis ki az, akiről beszél? Nem beszélhet egy átlagos angyalról. De haladjunk tovább, és nézzük Ábrahámot, hogy mi az, ami vele történt. Mikor Ábrahám, ugye ekkor még Ábrahámnak hívták, 99 esztendős vala, megjelenik Jahua Ábrahámnak, ez ugye a tetragrammaton Jahua, akiről eddig szó volt, Elohim neve, és mondta neki, én a mindenható Elohim vagyok, járj előttem is, légy tökéletes. Akkor ki az, aki megjelent Ábrahámnak ebben az esetben? Ez nyilvánvaló, hogy ez az ő szava, Jahusha Hamási Jákob Ritkhadasában, a megújult szövetségben, itt pedig a Malák, Jahua. Ő az, aki elhozza az atya szavát. Én a mindenható Elohim vagyok. Úgy beszél, mintha ő itt lenne, és megkötöm az én szövetségemet én közöttem, és te közötted, és felette igen megsokasítalak téged. És arcra borul Ábrám, Elohim pedig szól a ő neki mondván. Láthattuk, hogy ez egy malák, egy angyal, aki az üzenetet közvetíti az atyától az emberek felé. Nem lehet vele egyenrangú, nem lehet egy és ugyanaz vele, hiszen elhozza az üzenetet. Ha pedig azt mondjuk, hogy persze igen, de az atya és a fiú az egy, de úgy, hogy közben kettő is, csak elküldi ide a fiút, akkor az azt jelenti, hogy két
fiú van, hiszen egynek még fönt kell lenni, ha elküldi magát ide. Úgyhogy a helyzet elég bizarrá válik abban az esetben. Szóval valahogy ezt át kell hidalni, és abban az esetben meg kell értenie mindenkinek, hogy a kettő, az atya és a fiú nem lehet egyenrangú és egy és ugyanaz. Még akkor sem, ha azt mondjuk, hogy egy és ugyanaz, de közben kettő. Annak nincs értelme ebben az esetben, hiszen akkor ki az, aki itt van? De nem csak itt, hanem az összes többi ki volt akkor. Akkor kell, hogy legyen az egyiknek egy verziója, akkor az azt jelenti, hogy már akkor még ha a Szent Háromságról van szó, akkor nem is három van, hanem négy, mert van egy, aki még itt van. Sőt, a kérdés az, hogy akkor hogyan értelmezzük Hósás 12. fejezetet, amikor is így szó. Pere van Jahuának Jahudával, és megbünteti Jákobot. Jahuda, ez ugye Jákob negyedik fia, ő az, aki a déli királyság uralja, ugye a kettészakotás után a déli királyság neve, Jahuda, és megbünteti Jákobot, ez esetben pedig az északi királyságot, de egyébként mind a 12 törzset megbünteti, nyilván a cselekedetei szerint fizet meg neki, mindvégig ez volt a probléma. Csak külön említőket, meg két külön királyság van, de egyébként Jákob és Jahuda a 12 törzset reprezentálja. Anyja méhében sarkon fogta bátyját, ki ez? Nyilván Jákob, Ézsau sarkát fogta, mikor megszett. Mikor erős volt, küzdött Elohimmel. Ki ez, aki küzdött? Jákob az, aki küzdött. Elohimmel küzdött. Istennel küzdött. Hogyan küzdhetne az atyával? Hogyan küzdhetne bárkivel, aki egyenrangú vagy egyenlő az atyával? Küzdött az angyallal és legyőzte. Akkor most Istennel küzdött, vagy egy angyallal küzdött? Az angyal persze nem más, mint Malák, egy küldönc, egy futár, egy küldött, egy hírvivő, egy hírnök. Legyőzte ezt az angyalt, az atyát győzte le, vagy a fiút, aki egyenrangú az atyával, aki mindenhol ott van, minden tudó, és végtelen. Ennek ellenére legyőzte Jákob, sírt és könyörgött neki, Betelben találta meg őt, és ott beszélt velünk. Ki ez? Jahua? Elohim? Az angyal? Ki az, aki beszélt velük Betelben? Elohim kapuja. Az előbb olvastuk el? Bizony Jahua, a seregeknek hatalmassága, Jahua az ő neve. Azt próbálja tudtunkra adni, ami számukra egyértelmű volt. Van az atya, van az atya szava, és ez az első teremtett mindenek között, utána ez által teremtett mindent, ami létezik, és ő az, aki képviseli őt a földön, mint egy malák, Jahua, Jahua angyala, ami egyértelmű ebből. Nem lehet egyenrangú az atyával, hiszen akkor az azt jelenti, hogy kettő van. És akkor, ha kettő van, akkor ki az, aki még ráadásul itt van lent a földön? Nézzük meg, hogy mikor küzd ezzel az angyallal, és hol győzi le? Bereshit 32-es fejezet 24-es vers így szól, Jákob pedig egyedül marad, és tusakodik vala ővele egy férfiú. Hogy nem lehet az atya, hogyha arról beszél, hogy egy férfiú, az atya nem egy ember. Egész a hajnal feljövetelik. Hogyan is lehetne tusakodni magával az atyával, vagy bárkivel, aki egyenrangú vele, aki mikor látá, hogy nem vehet rajta erőt, nem tudja legyőzni. Megilleti csípőjének forgócsontját, kiméne a helyéből, Jákob csípőjének forgócsontja vele való tusakodás közben. Ugye így felel Jákob, nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz. Ki az, akivel itt ez a férfi, akivel itt tusakodik? Itt írja le, küzdött Istennel, küzdött az angyallal, és legyőzte. Betelben találta meg, és ott beszélt ő velünk. Ki ez? Bizony, Jahua a seregeknek hatalmassága, Jahua az ő neve. Volt egy teremtménye az atyának, akit itt ők úgy ismertek, mint a Malák, Jahua. Jahua angyala. Természetesen ő még megvan a brit hadaságban, a megújult szövetségben, Jahusha Hamásiáknak ismerték az emberként. Azután pedig tudjuk, hogy most Elohim jobbján van, és közben jár, mint egy mennyei főpap. Nem arról van szó, hogy a fiú nem fontos, vagy Jahusha Hamásiák nem fontos, vagy a megváltó nem fontos, vagy az angyal Jahua nem fontos, csak az atya, stb. Arról van szó, hogy meg kell értenünk azt, hogy hogyan viszonyul egymáshoz a kettő. Legfőképpen az, hogy nincsen három szent háromság semmilyen formában. Sehol nem olvastunk még eddig arról, hogy lenne egy harmadik. Arról, hogy ezek egyenrangú dolgok, arról egyáltalán nem lehet hallani. Ha valaki nagyon akarja félreértelmezheti Saul leveleit,
De én azt javaslom, hogy kezdje el mindenki úgy, mint bármely más könyvet, a legelején, és haladjon a vége felé. És ami történik később, annak összhangban kell lenni azzal, ami korábban történt, különben az egész nem fog működni, és az lesz, ami ma van a kereszténységben. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!